tipikus zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is Mihálovics Andrással. És továbbra is Ács Gáborral köszöntöm megint csak az egybegyűlteket, 9 óra 11 perc, ez pedig a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion, 0630 2010 909, ez csak SMS és Viber mostanság, mert szögeljük a WhatsAppot összefelé, ami viszont nehezen adja magát, úgyhogy még némi türelmet a WhatsApp rajongóknak, még megoldjuk a technológiai problémát. Minden esetre egy hallgatótól már SIM-kártyavágót vagy SIM-kártyavágót felajánlásilag már kaptunk. Illetve az üzenet, amit kerestem a minimálbérrel kapcsolatosan, tudjátok, ebben a témában az az igazán szomorú, hogy a testvérem 10 éve dolgozik a vendéglátásban, a munkahelyei többsége még minimálbérre sem jelentette be. Közismert ember foglalkoztatta a budai éttermében, 2 órára volt bejelentve, 12-14 órákat dolgozott, természetesen ezzel is akkor szembesült, csak amikor az orvos egy rutin egészségügyi ellátás során nem akarta ellátni. Szóval hatalmas problémák voltak itt a járvány előtt is a vendéglátásban. Igen, igen, ez fontos, hogy tudjuk, meg hogy emlékezzünk rá. És azt mondja, hogy melyik új üzenet. Hát természetesen Maci kolléga learatta itt a babérokat, úgyhogy direkt kicsit kérette magát és megkapta az üzeneteket. Például, hogy most ezt szinte nem látom, de lényeg az, hogy de megvan Mihálovics Maci. Üde és igen helyenként gladiátorosan kerítésszaggató színfoltja a mozgalmas reggeli stand-upnak. Szeretjük, hallgatjuk, ha sok, kikapcsoljuk. Csak így tovább, fiúk. Már ezt azért a környezetemben élők is nem meg tudnák tenni, hogy kikapcsolnak néha, mert bizony, néha van erre igény, vagy hát lenne, úgy veszem ki nonverbális jelek. Úgyhogy vigyázz, nehogy elkapcsolási faktorrá válj, Maci, úgyhogy ez a lényege az üzenetnek. Piaci alapon nem tud megtörténni a munkaerő átáramlása a jól fizető munkahelyekre, ha minden hazai és külföldi munkáltató az alacsony bérekben érdekelt, az én kérdésem és válasz, amit feszegettem. Ír egy kedves hallgató, ezért van szükség minimálbérre és annak rendszeres korrekt emelésére. Egy hallgató kérdez, hogy mi az a bérminimum, meg hogy mi az a minimálbér, meg hogy mi a különbség. A bérminimum az egyel magasabb, az a diplomás minimálbér, nem? Nem, azt szerint, látod, akkor mi sem vagyunk teljesen képben, mert szerintem a nem diplomás, hanem az már valami kisebb végzettséghez kötött a bérminimum, és a diplomás az pedig egy harmadik kategória, de akkor most felvetjük a kérdést, hogy aki ennek a szakértője, és egészen pontosan röviden le tudja írni, akkor írja le. Ezért vannak ez a különböző kategóriák. A garantált bérminimum legalább középfokú iskolai végzettséget, aha, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót, igen, illetve gyorsan befoltoztam a hiátust. Jó, tehát akkor ez itt a kategória, és akkor ezen felül van még ugye a diplomás minimálbér. Azt mondja, hogy 2 nap múlva fog havazni, írja az OMS hírre is reagálva a kedves hallgató. Az előrezés forrása pedig a következő, most van brutális migrénem. Na majd meglátjuk, és lecsekkoljuk holnap után. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Na most mondd. Mindegy, nem tudom, hogy a migrén mennyire megbízható, de ha igen, akkor le kell igazolni az Országos Meteorológiai Szolgálathoz, kérem szépen. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy Katona Csaba történész emlékezését meghalljuk, mert hogy 1821. január 27-én született gróf Széki Teleki Sándor, a vadgróf. Nagyon érdekes figura. Ő, ha másért nem, mert többszörös halálra ítélt, az azért ritkán szokott megtörténni emberekkel, hogy többször is halálra ítélik őket.
Ez bizony így van, hát jó reggelt kívánok, mert ugye többnyire arról van szó, hogyha valakit egyszer halálra ítélnek, abba bele szokott halni. Igen. És Teleki Sándornak viszont megadhatott, hogy ezt többszörösen megúszza. És hát ha nem tiszteletlenség, akkor már azt mondanám rá egy gróf Széki Telekire, hiszen valóban ebből a családból származott, ebből a neves erdélyi családból származott, hogy egy Rejtő Jenői figurával van dolgunk. De hát, hogyha belegondolunk abba, hogy Senki Alfonzról is kiderült, hogy ő valójában gróf Lárosell, akkor talán mégse tiszteletlenség, ha őt is így nevezzük. Maga a vadgróf elnevezés pedig saját magától származott. Tehát majd rá fogunk erre térni, hogy hogyan született meg ez az elnevezés őt illetően. Szokatlan életpálya az övé, azt kell, hogy mondjam, hogy szokatlanul színes és rendkívül izgalmas, hát szinte lehetetlen is összefoglalni ennyi időben. De kezdjük talán az elejétől, és mutassuk be az ő személyiségét rögtön, hát csapjunk bele a lecsóba, magyarán fogalmazva. A Kolozsváron született 1821. január 27-én, ez ad alkalmat arra, hogy megemlékezzünk róla. És hogy hát milyen ember volt, azt mindenek előtt szeretném az egy tőle vett idézettel érzékeltetni, hiszen 1848-49 után, ahol ő részt vett a forradalomban és a szabadságharcban, természetesen a magyar oldalon, vette a vándorbotot és elindult neki a világnak, és a következőt írja saját magáról, és szerintem ebben szinte minden benne van abban, hogy ő hogyan látta a világot, és milyen jótollú emlékíró volt, és ráadásul mindenek tetejében még cinikusan humoris ember is. Következőt írja. Mindenütt idegen, mindenütt gyanús, ellensége a rendnek és családnak, száműzött, menekült, emigráns, véres republikánus, iparlovak, kalandor, kommunista, földönfutó, hazátlan, szocialista, konspirátor, földosztó, revolucionárius, carbonari, Mazzini ágen, szabadkőműves, Kossuth emisszárius, tagja Mariannának, hajrá, musár, csípdel, spicli, hajtottak rám 10 esztendőn át a rendőrségnek, titkos és nyilvános kopói. Hát ez szinte egy zanzája az ő életének, meg a rágatott jelzőknek, ugye amikor egy magyar forradalmágróf 49 után nekivág Európa útjainak, és ezeket az élményeket begyűjtötte, úgymond. És hát elég sok mindent látott, például azt írja, hogy Kis-Ázsia azért boldog föld, mert a soha nem látott zsandárt. Nyilván ennél árnyaltabb a történet, de ettől még ő konkrétan mire gondolt. Hogyan jutott ide, hogy egy ilyen életút álljon mögötte, hiszen hát befuthatott volna egy úgymond klasszik arisztokrata karriert, nem ez történt vele. A családjáról nagyon röviden ejtenék csak szót, azt gondolom, hogy a Teleki családról mindenki tudja, hogy Erdély egyik legismertebb, és nagyon sok politikus, nagyon sok gondolkodót adó, mondjuk Teleki Sándorra, Teleki Párra, nem akarom sorolni, Erdély főnemesi családja, édesanyja pedig Zabolai Mikes Mária volt, szintén jeles erdélyi családnak a leánya. És ő ide születvén valójában elvégezhetett volna egy klasszikus iskolát, aztán pedig belevághatott volna a politikába, vagy a közéleti pályába, nem feltétlenül ez történt vele. Nagy Sármáson nevelkedett, és aztán járt a kolozsvári piaristákhoz itt, ahol eltöltött néhány évet, itt annyit jegyeztek föl róla, hogy az elméleti tantárgyak nem annyira tudták őt megragadni. Tehát nem igazán ez kötötte le az ő érdeklődését. Viszont egy idő után szerződtettek mellé egy nevelőt, és ezt a nevelőt úgy hívták, hogy Táncsis Mihály. Na most Táncsis Mihály meg finoman fogalmazva a forradalmi eszmék híve volt. Tehát más nem is, de egy valamit egészen biztosan el tudott plántálni a fiatal Teleki Sándorba, a forradalmi eszmék iránti elkötelezettséget, és bármennyire bután hangzik így egy grófot tekintve, hát a társadalmi egyenlőség eszméjei is megfogant a fiatal ember fejébe. Ez azért az arisztokratákra annyira nem jellemző, ugye, hát nyilván ezt nem kell mondanom. És innentől kezdve aztán egy egészen sajátos életút vette kezdetét, legalábbis 1848-49 után. Hát 48-49-ig azt lehet mondani, hogy valójában a klasszikus úton járt, egy darabig. Járt egyetemre, kiváló helyekre, Németországba, Berlin, Halle, Jena, Breslau, tehát tényleg a helyeken pallírozta a tudását, ahol kiválóan képzett ember lett belőle, de túlzottan kalandor vére volt neki ahhoz, hogy megüljön itt. A következő történt vele, 1841-ben, alig 20 évesen fogta magát elmen Spanyolországba, hogy a karlistákkal harcoljon. És eléggé rendesen oda is tette magát ott a harcoknak a forgatagában, konkrétan Barcelonában fogságba esett, és itt ítélték először halálra. Gondoljunk bele, 20 éves, tehát viszonylag hamar választja ezt az életutat. Ez a karlista, ez micsoda?
A karlisták azok a francia, a spanyol felkelők voltak, akik Károly spanyol trónörököst támogatták. Uh-huh. Ugye ne felejtsük el, hogy Spanyolországot is dúlták különféle polgárháború, főleg a napóleoni idők után, és hát a franciákkal is voltak problémáik, úgyhogy ő itt tette le a voksot, úgy ítélte meg, hogy a szabadság eszméért itt tud kiállni, és itt már is van egy egészen sajátos pont a életébe. Ferdinand de Lesseps, aki a Panama csatorna, meg a Suezi csatorna építéséről nevezett. Hát ő volt az, aki közben járt, hogy a fiatal grófot talán mégse kéne kivégezni. És utólag is azt mondom, hogy hát hála Istennek, hogy így tett. Na most miután megúszta a halálbüntetést, szerintem rá teljesen jellemző fordulattal visszatér Berlinbe, és folytatja az egyetemi tanulmányait, mint ami se történt volna. Tehát úgy tanul, elmegy kicsit forradalmárkodni, elfogják, halálra ítélik, megúszta, visszamegy tanulni. És utána hazajön forradalmárkodni? Utána hazajön forradalmárkodni, amikor jön 48? Uh-huh. 48-ban is beáll a dologba, de még 48 előtt történik vele pár érdekes dolog, ugyanis Berlinben megismerkedik Liszt Ferenccel. És hát egyebek mellett itt több érdekes dologba keveredik bele, jó barátságot kötnek. Ha valaki elmegy például Weimarba, a Liszt Ferenc archívumba, több Teleki Sándor levelet fog találni, de hát ami nagyon érdekes és jól mutatja a két ember különbözőségét, hogy 1843-ban történik egy olyan történet, hogy bizonyos Norhausen nevű kapitány párbajra hívja Lisztet. És képzeljük el Lisztet, a finomkező zongoristát, mondjuk karddal vagy pisztollyal a kezében. Tudjuk ezt modellezni? Nehezen. Hát abból jó nehezen. Volt, ki kell hátrálni csak valahogy. Is, mert ugye, hát a munkaeszközét kockáztatná. Ki az, aki párbajozik helyette Norhausen kapitánnyal? Teleki Sándor. Természetesen. Fogja magát. Gáborkám, hogyha legközelebb ilyen, hogy is mondjam, csak becsületbeli ügybe keveredsz, akkor számíthatsz rám. Jaj, köszönöm szépen. De ugye ez így működött. Csaba, hogy ezt át lehetett passzolni, tehát valaki vérig sért valakit, kihívja párbajra. Bocs, hát nekem van egy haverom, majd ő elmegy helyettem, ez így működött. A párbajnok sajátos szabályai vannak, tehát például ugye azt szokták mondani, hogy a sértett fél határozhatja meg a fegyvernemet, de nem a sértett fél, hanem a kihívót, hiszen lehet, hogy én megsértek valamit, és ő hív ki engem. Aha. Tehát nem teljesen úgy nézett ki a párbaj, mint hogy nagyon sokszor a filmekben elszősítve rá, hogy mondok egy csúnyát, felállok, és akkor pisztoly. Tehát ennél bonyolultam. Igen, volt erre lehetőség. Ezért a párbaj egyébként úgy végződött, hogy Teleki szenvedett ugyan egy könnyebb sérülést, a német tiszt viszont a karját vesztette el konkrétan. Tehát ez is mutatja, hogy azért Liszt itt elég sokat kockáztatott volna. Liszt egyébként következőképpen fogalmazott Telekiről, hogy nem volt nagy zenedühönt. Tehát emberi szimpátia. Emberi szimpátia volt bennük mondjuk inkább sem, mint hogy hát ugye a zenéért rajongott volna. És hát vándorolni kezdett Liszttel. Ugye neki volt egy kocsia, egy ilyen utazó kocsia, mentek ide, mentek oda, aztán még a barátságukat meg tudták koronázni még egy ennél is cifrább történettel. Szentpéterváron Liszttel az történt, ami többször megesett vele élete során, beleszeretett egy nőbe, akiben nem kellett volna, nevezetesen egy Glázenáp nevű orosz herceg feleségébe. Hát miután ő távozott tovább, mert koncertezett, ugye az első rockzenészről beszélünk izőben, rockstárról, Telekire bízta, hogy szöktesse meg a nőt és figyelj utána. Na, mit gondoltok, Teleki mit csinált? Hát megszöktette és utána vitte. Nem ebből leélek egy szóló szerelem, de a barátság az barátság, úgyhogy megszöktette a nőt és utána vitte. Gáborkám, ebéli ügyeidben nem nyújthatok segédkezet. Épp kérdezni akartam, köszönöm. Na hát azért Liszttel járt át Oroszországban, Párizsban, de végül is aztán hazatér, felelősség is van ebbe a fiatalemberbe, szociális érzékenységét nem győzöm elégszer hangoztatni, és egyebek mellett például Kővárvidék, ennek lett a megválasztott követe 1840-es éveknek a derekám, tehát akkor már itthon van Magyarországon, hanem például igyekszik az iránt is figyelmet fordítani, hogy úgymond a jobbágyai, az alatvalóit is megpróbálja valahogy emberi módon kezelni. Ez nagyon nehéz helyzet, mert ugye jogilag is óriási különbség van köztük, nagyon sok a román jobbágya, de igyekszik őket figyelemmel kísérni, igyekszik emberséges módon bánni velük, és nagyon szépen fogalmazta meg valaki vele kapcsolatban, hogy amikor egyszer utazni ment, akkor mi történt, ez a következő szerepel róla. Mikor utazni ment volt, nagyanyja búcsúzáskor 100 aranyot nyomott a kezébe, míg a grádicson lement és szekerére felült, nem maradt abból csak 3 darab, mind elosztogatta a cselédeknek, muzsikusoknak, akik a szekeréhez kikísérték. Ebbe talán van egy kis túlzás, de azért olyan nagyon sok nem. És ez a fiatalember megismerkedik Kossuth Lajossal, megismerkedik Veselényi Miklóssal, és 1848-49-ben természetesen ott van, harcol,
beleáll a háborúba, beleáll a forradalomba és a szabadságharcba, de előtte egyebek mellett arról lesz nevezetes, hogy megismeri Petőfi Sándort, és kettőjük között kölcsönös nagyrabecsülés alakul ki, és szimpátia. Na most Petőfi Sándort méltánytalanság lenne azzal vádolni, hogy az arisztokrácia iránti rajongás az ő szívében gyökerezett volna, ugye? Hát, finoman fogalmaztál, igen. Igen. És amikor megismerkednek ez a két nagyjából egyívású fiatalember, akkor megint csak idézem, hogy mi maradt fönn az ő első beszélgetésükről. Első szava, melyet hozzám intézett, meséli Teleki, ez volt. Ön az első eleven gróf, akivel beszélek. Hát döglöttel beszéltél-e? Kérdezte én is a vonyósággal. Az magam is voltam komédiás koromba, mondta Petőfi. Na cimborám, velem ugyan nem sokat nyertél, mert magam is csak olyan vad gróf vagyok. És innentől kezdve a két fiatalember összemosolygott, és kialakult köztük egyfajta szimpátia. De Petőfi számos verset írt Koltón, mert Szendrei Júliával, Teleki Sándor koltói kastélyában töltötte a Nász útját, tehát kvázi egy ilyen szponzorációs tevékenységgel is találkozunk az ő esetébe. Na és hát még mindig nem értek véget a kalandjai, hiszen végigharcolja 1848-49-et, és el is viszik őt az aradi várba, innen megszökik. Hogyan? Majd hagyják, hogy megszökik, utána halálra ítélik másodszor is, és akkor ő Belgrádba megy, aztán Konstantinápolyba megy, és innentől kezdve megint csak megismerkedik egy korabeli szerepben egy hírességgel, Victor Hugo-val, akivel Jersey majd Guernsey szigetén él együtt, és egyebek mellett például azzal töltik a szabad idejüket, hogy együtt főzőcskéznek, mert hogy Teleki Sándornak egyebek mellett ez volt a hobbija. Imádott főzni. Na, szeretett ilyet csinálni. De ez nem elégítette ki az ő, mondjuk úgy, hogy a szabadság iránti vágyát, hanem történt vele több más dolog is, elment Svájcba, elment Londonba, elment Törökországba, közben a kalandorság csúcsára jutott, megnősült. Feleségül vett egy angol hölgyet, Lady Jane Bickerset Harleyt, ez a házasság azonban válással végződött és gyermektelenül. Előre bocsájtom egy picit, hogy azért lett aztán egy második felesége is, ami derék Teleki Sándorunknak, egy francia hölgy, Mathilde Littész de Tivervalnak hívták a hölgyet, és ebből 4 gyermek született. Tehát tulajdonképpen megtalálta a magánéleti boldogságot. De emellett azért még el kell mondani, hogy véletlenül, amikor egyszer Nizzában járt, ott megismerkedett Giuseppe Garibaldival. Hát azt gondolom, hogy nem kell hosszan elemezgetni, hogy köztük is kialakult a kölcsönös szimpátia. Az egésznek az lett a vége, hogy Teleki Sándor képtelen volt úgy dönteni, hogy nem tart Garibaldival, így aztán Szicíliában, Kalábriában, Nápolyban és más egyéb helyeken harcolt a olaszok nagy Giuseppéjével, a vörös ingesekkel, tábornokká lépett elő itt Olaszországban, Alessandro Telekiként ismerték őt, majd pedig, amikor a monarchia révén létrejött a polgári kibontakozás lehetősége Magyarországon, akkor fogta magát és úgy döntött, hogy hazatér, hiszen amnesztiát kapott, letelepedett a költői birtokán, és néha Kolozsváron, néha Nagybányán és máshol éldegélt, és innentől kezdve elindult egy kvázi kettes számú élete, hiszen ilyen dolgok fűződnek a nevéhez, hogy belép a kisfaludi társaságba, meg a Petőfi társaságba, gazdálkodik, sőt, nagyon büszkén mondom történészként, és a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválaszmányi tagjaként, hogy ő az egyik alapító tagja 1867-ben a Magyar Történelmi Társulatnak, és ilyenkor az ember az jó szívvel gondol arról, hogy nagyszerű elődjei voltak, távol álljon tőlem, hogy összehasonlítsam magam vele. És ahogy említettem, eddigre már boldog házas ember, van 4 gyermeke, jól érzi magát, és írással foglalkozik egyebek mellett, ezt pedig csak azért emelném ki nagyon, mert egy egészen kiváló emlékiratíróról beszélünk, tehát megjelent 2 kötetben az emlékei, jó szívvel ajánlom mindenkinek, részben, mert elképesztően jó stílusban ír, van miről írnia, tehát nagyon-nagyon komoly emlékek vannak mögötte, és az a finom cinizmus, az a finom szófűzés, amit ő használ ezekben az emlékiratokban, az rendkívüli módon úgymond jellemző rá, és méltó arra, hogy megpróbáljuk felidézni az ő személyiségét, nem pusztán a tények által, hanem azt a figurát, aki tulajdonképpen a saját dolgairól úgy tud írni, hogy lehet, hogy néha picit túlzott benne, lehet, hogy nem minden úgy történt pontosan, mert az emlékezet rendkívül csalóka, tehát itt ne tudatos ferdítésre gondoljunk, de nála hitelesebben nyilván senki nem tudott erről beszélni. És Bemapótól Jókai Mórig mindenkit meg lehet itt találni. Gyakorlatilag a következőt tudnám rá mondani, hogy megpróbáljuk bezárni ezt az egész kibeszélgetést. Csetri Eleket, a már sajnos elhunyt kiváló
erdélyi történész szeretném idézni, ő a következőt írja, hogy szülei már lemondtak Sándor fiúk egyetemi tanulmányairól, s röghöz kötendő a család egyik fészkét a koltói birtokot vízták rá, ahol végre otthonra lelt, maga gazdájává, urává vált. Ez ugye a 40-es évek, tehát akkor, amikor végez, úgymond végez a tanulmányaival. Nem nevezhető ugyan igazi kalandornak, ahogy 60 Lajos mondta rá, sokkal inkább a nők egykori kiváló kedvencének, ahogy Csukási József mondta, vagy pazar, aztán fiatalembernek, ahogy Gyulai Lajos jellemzi, az utóbbi irodalmunk egyik legnagyobb közel 140 köttetés naplójának írója, mond el róla egy jellemző anekdotát. És ő az az ember, akiről Jókai azt írta, hogy sajnálatos módon még senki nem írta meg az élettörténetét, pedig hát nagyon-nagyon rászolgálna arra, hogy valaki egyszer fogja magát, és összeszedje róla ezeket a dolgokat. Jókaival búcsúznék. Erős tanulmány volna egy biográfia írónak Teleki Sándor visel dolgait megírni a kontinensen, ki együtt élt, mulatott és harcolt a földrész minden művelt és barbár nemzeteivel, tűrte a dicsőséget, s kereste a bajt, járt ágyútűzön tengeri viharon, s hitelező csordán keresztül sértetlenül jó barátja volt Viktor Hugónak, a két Dumának, Lisztnek, Petőfinek, századunk egyéb versíró, éneklő, muzsikáló, képfestő és szoborfoglaló hírneveseinek, segített Garibaldinak országokat hódítani és más nagy embereknek légvárakat építeni. Értekezett királyokkal és császárokkal, Magyarország sorsa felől, s lelkesedett földön futókkal és poétákkal, a népszabadságért teleszedte mellét érdemrendekkel, azért, hogy azokat ne viselje, s bejárta egész Európát azért, hogy felfedezze, amilyen szép kilátás volt a kultói dombról. Azt gondolom, hogy Jókai tökéletesen keretbe foglalta Teleki Sándor végtelenül izgalmas élettörténetét, én pedig azt tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon szimpatikus embert ismertem meg benne, így hát jó néhány év távlatából. És pont, csak az jut eszembe, hogy Teleki Sándorról is méltatlanul keveset tudunk. Én nem tudom, hogy például a történelem könyvekben szerepel ő egyáltalán. Mert inkább a Garibaldi kapcsán szerepelhetne, mert ott egy csomó magyart megemlítenek, de én nem emlékszem, hogy Teleki Sándor köztük lett volna. Ugye ez egy sajátos helyzet az övé is, ugye Batthyány Lajos Zsuzsó kapcsán mondtuk azt, hogy nagyon sokszor azért nem ismerik az ő személyiségét, mert van két olyan dolog, az, hogy ő az első miniszterelnök, illetve hogy a forradalom mártírja lett a kivégzés révén, hogy ez a két nagyon erős adat, vagy ez a két nagyon erős tény, ez homályba borítja a, valójában a teljes személyiségét, tehát csapdába ejtette őt, úgymond. És Teleki Sándorról is az a helyzet, hogy inkább az irodalomkönyvekben szokott előfordulni a neve, és pedig azért, mert ugye ő az, aki lehetőséget biztosít Petőfi Sándornak és Szendrei Júliának, hogy a kastélyában töltsék a nászútjukat. És nagyjából ennyi szokott róla szerepelni. És nyilván nem lehet azt mondani, hogy élvonalbeli politikus lett volna, tehát egy annyira izgalmas élettörténettel van dolgunk, és hát most őszintén szólva, hány olyan magyar ember van, aki ugyanúgy bratizott az idősebb Dumával, mint Viktor Hugóval, hogy csak a francia vonalon maradjunk. Igen. Úgy, azt gondolom, hogy egy jótollú történészért kiállt az ő életének a megírása. 20-30 évnél biztos nem vesz többet igénybe, ha valaki meg akar írni rendesen. Tehát, hát meg csak a kalandfilmet lehetne forgatni az ő életéből. Ha már hát ugye ilyenkor mindig Sándor Mátyásnak az alakja rejlik fel, ugye őt sem magyar író, hanem Verne Gyula hozta be a köztudatba, de hát Telekinek ezerszer színesebb élete volt. Egy ilyen igazi világfi, egy kalandor a jó értelemben véve, és utána meg egy csöndes, nyugodt vidéki gazdálkodó. Szóval nekem nagyon, nagyon tetszik. És ami azt illeti, most így, ahogy mondtad, a fiatal Bújtor Istvánt, hogy eljászotta a Sándor Mátyást, őt nagyon-nagyon el tudnám képzelni, tehát az ő szerepében. Talán még belefér, egy idézetet még választanék tőle, jó, hogy milyen volt az ő cinizmusa. Mert azt gondolom, hogy mindent elmond róla. Leírja, hogy Olaszországban mit látott. Ott az atyáskodás komondoroskodott. A teutonok civilizáltak kötéllel és golyóval, Herman fiai mogyorófával kommendálták Dantétes Ariosztót, Virgáccsal illusztrálták Tassót és a Decameront, Mantuát, Veronát halálra erősítették, s Urmán hirdette az evangéliumot. Ránk nézve kapacitáló argumentum az akasztófa volt, s azon bölcseleti tételt az akkoriban uralkodó katonai nyelven Fogelfrájnak nevezték, s én mégis oda vágytam. És ugye ezzel fogalmazta meg, hogy miért akart Itáliában harcolni az olasz egységért és a szabadságért, de ahogy ír, a számomra roppant szórakoztató. Igen, és még mai füllel is tökre befogadható. Teljesen olvasható. Hát egy kis latin meg német tudás nem árt hozzá, de van már olyan, hogy wikiszótár, érdemes neki esni. De hol olvasható ki? Rendes könyvben kiadták, vagy pedig... Megjelentek a 19. század végén, de egyébként pedig, hogyha valaki veszi a bátorságot, és beüti a Google-ba, hogy Teleki Sándor, és emlékeim, esküszöm meg fogja találni PDF-be.
Ah, szuper. Oké, okay, köszönjük. Úgy, már a net valóságában is jelen van, és szerintem ez neki borzasztóan tetszene. Okay. Igen. Köszönjük szépen, Csaba, megint nagyot homorítottál, hála néked ezért. Hát azt gondolom, az egyik leghálásabb témát vettük elő, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy évfordulója volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük. Szervusz. Szervusztok, minden jót. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 200 éve született vadgrófról, azaz gróf Széki Teleki Sándorról. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. És még ide kell, hogy bígyeszem ezt a baromságot, ezt helyre kell, hogy igazítsuk. Tehát a diplomás minimálbér az a beceneve valaminek, amit sokan megkérdeznek. Ilyen nincsen ugyanis, tehát az a kettő van, amiről beszéltünk, úgyhogy ezt akkor fontos tudatosan is elnézést kérni azért, hogy hülyeséget mondtam, egészen konkrétan. Tehát a minimálbér és a diploma. És a bérminimum, aminek a definícióját András elmondta, de akkor elmondom de még egyszer. A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényelő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum az, aminek a teljes összege most ugye emelkedett, illetve erről is született megállapodás, úgyhogy ez a kettő van. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.